Márványi Péter repülési szakújságíró a vendégünk. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Előbb szakértőnek tituláltalak. De hát voltak éppen az, vagy ha nem igazságügyi is. Nem, hát a szakértő legyen az, akinek ehhez megfelelő komoly végzettsége van. Én egyszerűen csak gyűjtöm az adatokat, olvasok, és persze szerkeztem az iho.hu-nak a repülési rovatát. És mennyit repülsz? Hát sajnos nem mindig fér bele a dolog. Most a hétvégén például isteni jó volt, a szegedi repülőnapon volt a műsorvezető, az három nap a repülőnapon, és pontosan erről volt szó, oda voltam ragasztva a mikrofon, a szó nem lehetett arról, hogy föl is szálljak. Ott a repülőnapon a biztonságra kifelügyel, és kifigyáz arra, hogy mondjuk mindenkinek a megfelelő engedélyek a birtokában legyenek. A repülőnap az egy más szervezés, a repülőnap programját a résztvevő pilótákkal, a résztvevő repülőszerkezetekkel, légijárművekkel együtt előre egyeztetik és jóvá hagyatják a Nemzeti Közlekedési Hatóságra. Azt írja a faktor.hu. Ott vannak a felküldött szakszolgálati engedélyszámok, minden. Aha. Tehát ott nem fordulhat elő az, hogy valakinek nincs arra engedélye, amit csinál. Nem. Na szóval azt írja a faktor.hu, hogy nem volt kereskedelmi pilóta engedélye annak a pilótának, aki vélhetőleg a gödöllői balesetet okozhatta, hogy ő vezette a Pipert, még azt sem tudjuk, hogy tényleg ő okozta-e a balesetet. Uh-huh. Ez azt jelenti a lap szerint, hogy sétarepülésre nem vihetett volna magával utasokat, ám de ezt tette. Ha kereskedelmi célú repülés volt, azt nem tehette meg, hogyha valakit szívességből kvázi felvitt, barátot, ismerőst, akárkit, azt megteheti egy sima úgynevezett private pilot szakszolgálati engedéllyel. Akkor ez voltak éppen nem azt jelenti, hogy tud-e vezetni, vagy nem tud, azt jelenti, hogy kiváltott-e az ipart, ha úgy tetszik, mint mondjuk egy taxista. Hát beülhetek bárkinek az autójába, de pénzt nem kérhetsz. A kereskedelmi pilóta engedélye elnyeréséhez azért kellenek plusz dolgok, mint tehát egy plusz képzés, de gyakorlatilag az, hogy valaki utassal repüljön, az nem ugyanaz, hogy fizető utas. Ha valaki utassal repüljön, ahhoz nem kell. Az az utas bátorsága kell, csak sok esetben. Sorozatos pilótahibákról van itt szó a hírekben. Ezeket mennyire lehet ma már tényként kezelni, hogy nem műszaki hiba volt, hanem pilótahiba? Abszolút nem. Abszolút nem. Semmit nem lehet tényként kezelni. Szóval látom a sajtó, mióta történt ez a dolog, mióta bekövetkezett ez a baleset, azóta próbálja a maga a szokásos módján gyömöszölni a dolgot, legyen egy felelős, legyen egy hibás, legyen egy valaki, akire rá lehet mondani, na akkor ő okoztott mindent. Ez nem így megy, ez nem így működik. Elindul egy borzasztóan bonyolult vizsgálat. És ennek a vizsgálatnak ki kell terjednie a pilótáknak a múltjára, a repülőszerkezeteknek a múltjára, tehát hogy például, hogy rendben volt-e a karbantartásuk, megkapták-e a szükséges kötelező ápolásokat, volt-e velük műszaki probléma korábban. Utána végig kell bogarászni a reptérrendhez kapcsolódó kérdéseket, milyen irányban, hogy lehet, milyen engedély birtokában vagy engedély nélkül is nyugodtan felszállni. Most amit lehet tudni, nézzük ezt gyorsan végig, bocsáss meg, hogy közbevágok. Igen. Az egyik lefelé szállt, mert hogy kidobta az ejtőernyősöket, ha úgy tetszik. Süllyedt maradjunk. A másik fölfelé. Igen. Melyiknek van elsőbsége? Ilyen nincs, hogy az egyiknek elsőbsége van, mind a kettő kell, hogy figyeljen egymásra. A Cessna az egy ellenőrzött légtérből tért vissza egy úgynevezett nem ellenőrzött légtérbe. A Piper végig egy nem ellenőrzött légtérbe repült. Itt légi irányítás tulajdonképpen gyakorlatilag nincsen. A Cessna kapott kommunikációt. A Cessna azért kapott kommunikációt, mert ejtőernyősöket dobott, és ezért olyan magasságba kellett emelkednie, ami már szükségesé tette az előírások szerint, hogy bejelentkezzen a budapesti körzeti irányításnak. Ahonnan jelezték neki, hogy van egy másik gép a körzetében, legalábbis ez az első. Igen, sajnos ezt a jelzést, ezt a Cessna pilótája körülbelül tényleg csak másodpercekkel az ütközés előtt kapta meg. Tehát a két gép között én legalábbis, ahogy kivettem a rádióforgalmazásnak az adataiból, körülbelül olyan 60-80 méter különbség lehetett, amikor ez a figyelmeztetés elhangzott. Lehetséges az, hogy na most ez egy ilyen kifejezés, nem volt vizuális kontaktus. Hát lehetséges az, hogy konkrétan nem látták egymást? Hát ez minden ütközésnek az oka?
Ez gyakorlatilag... egyik alulról jön fölfelé, tehát vélhetőleg nem látok lefelé és a gép alá. Kelet felé fordulva felszállás után, ami annyit jelent, hogy reggel 9 órakor, hogy nappal szemben repül. Tehát akkor még inkább korlátozott a látása. A másik pedig, hát igyekszik lefelé, ugye az ejtőernyős dobásoknál úgy néz ki, hogy a repülőgép felemelkedik az ejtőernyősökkel, az ejtőernyősök kiugranak megfelelő adott magasságban, és utána a repülőgép a lehetőségekhez és a szabályokhoz képest a lehető leggyorsabban próbál visszajutni a repülőtérre, hogy felszedje a következő csapat ejtőernyőst. Na most, ahogy én néztem, lehet az interneten megtalálható a forgalmazása a Cessnának, tehát amelyik dobta az ejtőernyősöket. Én körülbelül úgy mértem, hogy a dobás után, tehát amikor ő bejelentette az approach-nak, a közel-körzeti irányításnak, hogy elindul lefelé, kezd süllyedni, és a baleset bekövetkezte között, hát körülbelül másfél perc telt el, vagy két perc telt el, és illetve, bocsánat, nem a baleset, hanem amikor bejelentette, hogy már 4000 lábra leérkezett. Tehát ez annyit jelent, hogy azért elég ütemesen jött lefelé az a gép. Nyilván ez még belefér a paraméterekbe, de ez annyit jelent, hogy mind a gép meglehetősen rossz pozícióban találkozott. Ez lehetséges, hogy a körülmények egészen fatális, szinte elkerülhetetlen összejátszása volt? Olyan is van. De az is lehet, hogy valóban belejátszott esetleg a balesetbe az, hogy ha 13-as pályán száll föl valaki ködöllön, akkor a reptéren szerint is, ezt külön megnéztem tegnap este, a reptéren szerint is az a javasolt és az a melegen ajánlott, hogy utána jobb fordulót tegyen, jobb iskola körön repüljön tovább, és ne bal körön, ahogy ezt a pálype tette. De ennek egyébként nem az az oka, hogy vigyázni kell, hogy ne ütközzön össze más géppel, hanem az az oka, hogy gödöllő a lehető legkevesebb zajhatást kapja. Erről van szó. 13-as tehát nem biztonsági, hanem környezetvédelmi kérdés, amiért a 13-as pályáról a felszállás után jobb körre. A gödöllői reptér miről tehet? Kérdezem azért, mert hogy azonnal felfüggesztették a működési engedélyét. Ezt én sem tudom pontosan, hogy miért történt. Ezt a reptérnek lett volna teendője ezzel a két géppel, hogy ez az ütközés ne fordulhasson elő? Ez is egy tisztázandó kérdés, hogy tulajdonképpen akkor hogy történt ott az üzem? Ugye volt ott egy ejtőernyős verseny. Ilyenkor a gödöllői repülőtér, mint minden más ilyen helyszín, egy úgynevezett drop zone kijelölést kap, tehát egy olyan zónát, ahol az ejtőernyősök ugranak, ahol az ejtőernyősöknek és az ejtőernyősöket szállító légieszközöknek feltétlenül elsőbsége van, ahová tényleg csak úgy lehet berepülni, hogy az, aki az ejtőernyős ugrásokat irányítja és koordinálja, ő mondja, hogy na most felszállhatsz, na most repülhetsz át keresztül rajta, vagy ilyesmi. Na most például ezt kell majd tisztázni, nem tudjuk. Egyelőre a KBS-nek a nyilvánosságra hozott tényanyagában sincs benne, hogy amikor ez a Piper felszállt, akkor ott volt-e ez a bizonyos koordinátor, beszéltek-e rádión egymással, és így tovább, és így tovább. Ez is egy tisztázandó kérdés. Minden gépen van ma már rádió? Rádió az szinte már az ultralightokon is van, igen. És minden repülőtérhez tartozik irányítás? Nem. Ezt azért kérdem, mert ugye a nagy repterekből indulunk ki mindig mi amatőrök, akik csak szeretjük nézni a repülőket, de nem értünk hozzá, hogy a nagy irányítótól, és akkor mondják, hogy kiszállhat fel, kiszállhat le. Belül elindítja a motort és elindul? A belül elindítja a motort, bejelenti azért a rádión annak a repülőtérnek a frekvenciáján, mert frekvenciája van, bejelenti a rádión, hogy ilyen és ilyen lajstromjelű gép, gurulok erre és erre a pályára. Bejelenti, hogy fel fogok szállni erről a pályáról. Bejelenti azt, hogy felszálltam és kisorolok a második fordulóból. De nem engedélyt kér, szól. Nem engedélyt kér, szól, informál mindenkit, aki abban az adott égtérben van. A Piper kommunikációját ezügyben hallhatta a Cessna pilótája? Nem, mert nem voltak ugyanazon a frekvencián. Mert a Cessna ugye a közel-közeti irányítással beszélt az ugratás miatt, mert olyan magasságban repült, hogy az approach-sal kellett kapcsolatban lennie. A Piper pedig feltétlenül a gödöllői frekvencián volt. Na most ez is egy érdekes kérdés, mert van, aki felvetette, hogy végül is a nagyon modern rádióberendezések megtehetik azt, illetve felszerelhető a gép, egy kis gép is olyan rádióval vagy rádiókkal, hogy egyszerre két frekvenciát is tudjon figyelni, nem tudjuk, hogy ez ügyben mi van. Szóval itt még ilyen határozott dolgokat, hogy ki a hibás, ki volt a hibás,
Ezt nem lehet kimondani. Azt én honnan tudom, hogy a családomra be akarom fizetni egy ilyen sétarepülésre, hogy milyen pilótámmal repülök fel? Hát honnan van nekem információ erről? Elkérheted a szakszolgálati engedélyet, ott kell. És abból mi fog kiderülni nekem? Hát, hogy van engedélye? CPL vagy PPL, tehát, hogy kereskedelmi pilóta engedélye van, vagy pedig private pilóta engedélye van. Tehát, hogyha a PPL van, akkor visszatérve ugye a beszélgetésünk elejére, azt mondod, te a barátom vagy, ülj be, repülünk egy kicsit, miért ne? Az az én kockázatom is. Igen. Ha viszont kereskedelmi engedélye van, akkor bízhatok abban, hogy kockázatmentesen repülök, hiszen profi. Akkor felelősséggel tartozik mindenért, igen. Igen, profi, mint a PPL. Elképzelhető az, hogy valaki úgy visz sétarepülésre utasokat, hogy nincsen hozzá engedélye? Kérdezem azért, mert ugye ez a történet is már ott van a sajtóban. Természetesen minden elképzelhető, és mindennek az ellenkezője. Ezt ellenőrzi valaki, mondjuk a reptereken? Szúró próbaszerűen, ha jól tudom, igen, a hatóság az időnként kiszáll és végignézi, hogy éppen az ott az adott légijárműveknek rendben vannak-e a papírja, és a pilótáknak rendben vannak-e a papírja. De a reptér maga nem felel azért, hogy ki mit vállal a repülőtérről indulva. Hát végül is egy reptér, ahol például adott esetben mondjuk még irányító sincs, vagy egy ejtőernyős koordinátor van, aki mondja, hogy most ugrunk, most nem ugrunk, az nem fogja elkérni a szakszolgálati engedélyt a pilóta. Sok érdekeset hallottunk, Márványi Péter, köszönöm csak szépen. Még egy mondatod van, igen? Igen, ne vonjunk még le következtetéseket. Sok idő, amíg ebből kiderül, hogy mi történik? Több jó néhány hónap, hogy egyáltalán tisztázódjék, hogy mi történt, és utána lehet beszélni arról, hogy egyébként mi okozta a dolgot. Köszönöm, hogy eljöttél.